Jó páran durván félreértették ezeket a filmeket, de főleg azok befejezését. Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornán, ahol az Unibet támogatásával 10 olyan filmet hoztunk nektek, amiknek a befejezése nem az, amire elsőre gondoltatok. Ezen a listán olyan alkotásokról lesz szó, amiket sokan rosszul gondolnak, vagy éppen félreértenek. A sorrendet a film hírneve és a félreértés mértéke adja az elképzelt befejezés és a készítők eredeti szándéka között. No idea is simple when you need to plant it in somebody else's mind. 10. Rocky. What's the problem? You don't like me? You don't like the turtles? What's the problem? I don't think I belong here. A Rocky egy boxolós film, ami nem a boxról szól. Persze az edzős montázs és a végső küzdelem nagyon szórakoztatóak, de a film célja mindig is egy teljes értékű sztori elmesélése volt. Egy olyan történeté, ami egy alulteljesítőről szól, aki felismeri a benne rejlő potenciált. Arról, hogy egy harc végkimenetele tulajdonképpen jelentéktelen. Sokaknak szúrta a szemét, hogy Rocky veszít Apollóval szemben, de pont hogy ez a lényeg, nem az eredményen van a hangsúly. Rocky és Adrian sem törődik az eredménnyel, így neked sem kéne. Rocky mindent megtett, és útközben rálelt a szerelem, ezzel bizonyítva önmagát. Ha pedig ezt elérted, akkor kit érdekel, hogy mit mondanak a bírók. 9. Taxisofőr. Talking to me? Well, who the hell else are you talking? Talking to me? A taxisofőr befejezését évtizedek óta vitatják. Egyesek azt gondolják, hogy Travis meghalt abban a bordélyházban, és a végső jelenet Betsyvel csak valamiféle halálálom. Mások szerint ez nagyon is valós, már pedig így is van. I read about you in the papers. How are you? Viszont még több vitát generált, hogy van, aki szerint a befejezés Travis gyógyulását jelenti és normalitásba való visszatérését. Viszont ez távol áll a valóságtól. Travis kétszer is belenéz a visszapillantó tükörbe, ezzel sejtelmesen jelezve, hogy Travis talált valami mást, ami gyógyításra szorul. Ez pedig azt mutatja, hogy még mindig veszélyes és nem tört meg az erőszak köre. Ah. 8. Viharsziget. So for the past 2 years you've had somebody slipping me drugs in Boston. Is that it? Not Boston. Here. You've been here for 2 years. A Viharsziget vége fele rájövünk, hogy Teddy Daniels igazából Andrew Ladis, egy mentálisan sérült beutalt, aki meggyilkolta a feleségét. Ladis úgy fest, hogy elkezd emlékezni valódi kilétére, de az orvosok azt mondják, hogy volt már ilyen nála, és sajnos visszaesett. My name's Andrew Ladis. And I murdered my wife in the spring of 52. Ez sejteti az is, amikor Chucknak nevezi Sheehan-t. Egyesek úgy értelmezik, ismét visszazuhan Teddy szerepébe. Viszont valójában Ladis csak megjátsza, hogy lobotómiát hajtsanak végre rajta, és ezzel véget vessenek a szenvedésének. Ez pedig a Sheehanhez intézett kérdéséből látszik, abból, hogy nem hallgat a Teddy névre, és Sheehan elszörnyedő reakciójából. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? 7. Tűnj el! By the way, I would have voted for Obama for a third term if I could. Best president in my lifetime, hands down. A Tűnj el befejezése úgy festhetett, mint egy happy ending. Rad megérkezik és megmenti Christ, és az Armitage család halott. Viszont Chris kiábrándult tekintete mást árul el. Ugyanis tisztában van vele, hogy az Armitage família nagyobb, és még vannak egy páran szabadon, ki tudja, hány feketét tartanak személyzetként hipnózisban. Persze egy ironikus kritikaként is tekinthető a befejezés a jelenlegi helyzetről. A rasszizmus a mai napig komoly probléma, amit nem tudunk kezelni, hiába gondolja ezt Rad, Chris tisztában van az igazsággal. Az Armitage-ok odakint járkálnak szabadon, szó szerint, és átvitt értelemben is. 6. Whiplash. There are no two words in the English language more harmful than good job. A Whiplash egy ambiciózus dobosrácról és annak kegyetlen oktatójáról szól, egyfajta meseszerű küldetést mutatva be a tökéletességre törekvésről. A befejezés vidámnak hat, de vegyük figyelembe Andrewt és a kapcsolatát Fletcherrel. You're done. A film végére Andrew romokban van, és a teljes életét a dobolásra áldozta. A film vége pedig azt sugallja, hogy Andrewnak fontosabb Fletcher elismerése, mint az, hogy sikeres dobos lehessen. Ez az egészségtelen küzdelem a tökéletességért és az elismerésért csak magányhoz és feszültséghez vezet. Ki tudja, talán Andrew is öngyilkos lesz, mint Sean Casey.
I'd rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remember who I was. 5. Erőszakik. A great day this has turned out to be. I'm suicidal. My mate tries to kill me. My gun gets nicked and we're still a A karakter sorsát nem bemutatni elég aljas húzás történetmesélési szempontból, ami folytatást jelenthet, vagy csak nagyobb visszhangot fórumokon. Ugyanis az Erőszakik is ezt alkalmazza, bár ott a visszhang a magyar címadásnak is köszönhető, viszont ez a fajta most él vagy meghalt dolog tényleg működik. Egy komplexebb és tematikusabb hatást ér el az, ahogy Colin Farrell karaktere Ray a film során öngyilkos hajlamú lesz, miután véletlenül megölt egy gyereket. A cselekmény végén Ray-t lelövi volt munkadója Harry, és elviszi egy mentőautó, ő közben narrál, és azt kívánja, hogy élhessen. Ahogyan Ken is mondta, Ray kiérdemelte a megváltást és meggyónta bűneit, ami pedig nekünk is elég kell, hogy legyen. That's you, Harry. The boy has the capacity to change. The boy has the capacity to do something decent with his life. 4. Total Recall, az emlékmás. Why go to Mars as a tourist when you can go as a playboy or a famous jock or secret agent? How much is that? A Total Recall kétértelmű befejezése évtizedek óta vitatárgyát képezi a sci-fi rajongók körében. A film végén a reaktorban levegő szökik a marsi atmoszférába, amitől kék lesz az ég. Minden úgy fest, hogy jó és fasz a szituáció halmaz, de okkal hiszi azt Quaid, hogy ez csak egy álom. Korábban a film egy pontján egy labortechnikus beszél a Mars kék egéről, és egyéb apró utalások vannak elszórva, amik azt jelenthetik, hogy a film befejezése kamu. Most akkor tényleg megtörtént mindez, vagy csak egy programozott álom volt? Van bőven bizonyíték erre, de azért sokan az előbbiben hisznek. What if this is a dream? Well then kiss me quick before you wake up. 3. Harcosok klubja. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. A Harcosok klubja az egyik legfélreértettebb film valaha. Rengeteg tini kollégiumi szobájának falán vidít a Tyler Durden poszter, hiszen sokan egyfajta orvosságnak tartják Durden filozófiáját a modern fogyasztói társadalom korában. Viszont nem szabadna Durdennek szurkolnunk. A befejezés, amikor az épületek robbannak, nem egy vidám dolog, nem egy morális győzelem a hatalmas elit felett, hanem a rosszul irányzott frusztráció jele. Nem kéne örülnünk a robbanásnak, mivel azok a narrátor sérült elmeállapotának a jelei. Ahogy ő maga is mondja, ez az erőszak csupán az élete igencsak fura szakaszának köszönhető. 2. Eredet. I need to get home. That's all I care about right now. Why can't you go home? Because they think I killed her. Az Eredet akárcsak az erőszakik az egyébként kifejezetten frusztráló, valós lezárás hiányát választja a tematikus fontosság miatt. A film lezárásában Cobbot látjuk, ahogy hazatér végre a családjához, és nem foglalkozik a totemével. A kamera viszont a pörgő totemen marad, ami miatt rengetegen vitáztak, hogy most akkor Cobb álmodik, vagy nem álmodik. Most ne vegyük figyelembe a híres jegygyűrű elméletet sem, hiszen az a lényeg, hogy nem fontos, hogy Cobb álmodik vagy ez a valóság, az számít egyedül, hogy Cobb választotta meg a saját valóságát azzal, hogy ignorálja a totemet. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis haranggombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. 1. Mechanikus narancs. I don't care about the dangers, father. I just want to be good. A Mechanikus narancs befejezése a mai napig nagyon megosztó és félreértett, talán mert az emberek nem bírják az öröklött gonoszság ötletét. A befejezés azt mutatja, hogy Alex végre leküzdötte erőszakos tendenciáit és szexmániáját, még munkát is kap a lelkésztől, aki gyógyultnak nyilvánítja. Sokan úgy gondolják, hogy tartani fogja ezt a jópolgári viselkedést. You see, we are looking after your interests. We are interested in you. And when you leave here, you will have no worries. We shall see to everything. A good job on a good salary. What job and how much? Viszont a végső kinyilvánulás Alex-től tele van szarkazmussal. Abszolút nem gyógyult meg, és visszatér erőszakos múltjához. A regényben ugyan Alex megjavult, de a filmben nem így lesz azt sugalva, hogy a gonoszság egyáltalán nem irányítható. My mind is a blank. And I'll smash your face for you, your blockos. Good.
Szerintetek melyik volt a legfélrevezető filmes befejezés valaha? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!